Korrupció mindent elér című sorozatunk. Ez nem állt meg azzal a két résszel, amivel utoljára foglalkoztunk. Nyilván keresjük a megoldásokat, keresjük a további nyomokat. Úgyhogy most megérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahol foglalkoznunk kell kötelezően egy szégyenfolttal, a magyar demokrácia egyik szégyenfoltjával, ez pedig a Baumag ügy. A Baumag üggyel kapcsolatban olyan embert kerestünk és találtunk meg, aki feltáró jelleggel, széleskörűen, mindenfentes is el tud nekünk mondani olyan dolgokat, amiket muszáj tudnia azoknak, akik a magyar demokrácia megtisztulását tartják szívügyüknek. Arcot nem fogunk mutatni, mert a demokrácia ezek szerint még ott nem tart, hogy valaki ebben a magyar jogrendben, ebben a magyar közgondolkodásban azt megmerje mutatni magából, ami egyébként minden más demokráciában nyilvánvaló, az igazságot, mert az igazságért a Magyarországon büntetnek. Kezdjük egy pár szóval, beszéljünk arról, hogy mi is ez a Baumag ügy tulajdonképpen. Hát tudomásom szerint 1995-ben alakult, a PSZ-t több hiányosságot tapasztalt, amiért nem adtak engedélyt a működésükre. Annak ellenére egy-két hónapon belül megindultak, és ugye több éven keresztül működtek, majd 2003. október 6-án ugye megbukott, és csődeljárást, vagy bírósági eljárást fogant maga után. Vannak olyan majd információk, hogy 2003. október 6-án ugye megbukott a Baumag, de itt például az egyik helyen 2004. januárjában még több millió forintot vettek át az irodába, holott előzőleg augusztusban már azt jelezték, hogy szeptember 1-jével bezár az itteni iroda, és a másik városba kell mennünk, hogyha a pénzünkről szeretnénk jutni. 2004-ben valamikor indultak a bírósági tárgyalások, nagyon sok rendőrségi feljelentést tettünk, a rendőrség vizsgálta az ügyet, de elemi dolgot nem ért el tulajdonképpen, mert mindig egy ponton megállt. Nagyon sok tüntetés lezajlott, általában a Kossuth téren és a pénzügyminisztériumnál. Tulajdonképpen semmi célt nem értünk el vele. Ugye, függetlenül attól, ugye, hogy állandóan az engedélyeket meg kellett rá kérni, meg egyéb, és a szervezők ugye egy idő után a saját malmukra hajtották a vizet, és még talán a mai napig is kábítja az embereket, hogy így van, vagy úgy van, meg majd az Isten segít. Tehát a tüntetések szervezői ezek szerint tulajdonképpen nem azoknak az érdekeit képviselik az ön véleménye szerint, mint akiknek kellene. Elképzelhető az, hogy valamilyen szinten a hatalom érdekeit szolgálják? Igen, elképzelhető. Bírósági végzés született arról, hogy őt lefizették. Valószínűleg tartom, hogy bizonyítéknak elég. Hogyha ez a illető nevén, nem tudom a nevén, tudjuk nevezni az illetőt? Tudjuk, igen, Patyi István. Ha ő ilyen nyíltan elállt a Baumag károsoltak érdekképviseletétől, hogy tudnak fellépni el a Baumag károsoltak, milyen módon tudnak lépéseket tenni? Hát nem tudom, hogy megtalálnánk-e az utat ahhoz, hogy ott tudjunk vele szembe lépéseket tenni, mert azért még az a 15-20 ember, aki körülötte van, az ugye általában egy ellentábort képvisel. Úgy gondolom, hogy nyilvánvaló módon ez egy jól szervezett ingatlan Panama, vagy legalábbis egy beruházási csalás, ahova magyar állampolgárok 10 000-eit húzták be és csapták be. Hogy látja,
milyen mód lehet arra, hogy közel 18 év után, ugye említése szerint is 18 évvel ezelőtt kezdődött el ez az egész ügylet idézőjelbe, hogy lehet az, hogy mind a mai napig nem történt előrelépés, akár az ügy felderítése, vagy akár az érintettek kárpótlása ügyében? Az én elképzeléseim szerint csupán azért, hogy eléggé magas a korrupció, és valamilyen szinten, ha mondhatni azt, hogy keményen benne volt a politika is. Akkor az a meglátás, hogy itt nem egy egyszerű gazdasági bűncselekményről van szó, hanem egy mindent átszövő korrupciónak, manipulálásának az eredményét látjuk viszont. Tehát a politika és a bíróságok is ezek szerint vastagon csatlakozhattak ennek az ügynek a eddigi kimeneteléhez? Valószínű, igen. Térjünk ki néhány névre a ügy kapcsán. Az első érdekképviselő dr. Monostori Attila volt. Meg voltunk elégedve a munkájával, ő volt egyedül, aki tényleg képviselte a károsultakat, és mindaddig bejárt a tárgyalásokra is, amíg hivatalából fel nem függesztették. Mi volt az oka? Mit tud róla mondani, hogy ezt a felfüggesztést el tudta érni a hatalom? Az volt az oka, hogy Kónya Lajos ugye többször hangoztatta, hogy ő neki van egy rokona a bíróságon, és azzal mindent meg fognak tenni azért, hogy őt eltávolítsák. Jól értem, akkor a Kónya Lajos úr, aki ebben az ügyben nem tudom milyen szerepet töltött be, ebből egy pár gondolat erejéig, hogy mégis kiről beszélünk most. Ő is valamikor egy károsult volt, és aztán valamilyen szinten megfordította a véleményét, vagy átállt a másik oldalra. Elég sok pénzért gondolom, mert milliárdos tételről van szó. Még igaz, hogy én a magam részéről ezt mástól hallottam. Három vagy négy alkalommal találkoztam vele a tüntetéseken. Többek között egyszer a Böszörményi úton is a Rozgics Máriának a rendezvényén. És ott is kijelentette többek között, hogy ő igyekezni fog azon, hogy ellehetetlenítsék a Monostori ügyvédet. Mit gondol, miért hangzott ez elég, és hogy milyennek azok? Talán valamilyen szinten félt is szerintem, vagy így próbálta önmagát védeni. Ha jól értettem, akkor Kónya úr és dr. Monostori ügyvéd úr között egy erős érdekellentét alakult ki. Mi lett ennek a következménye? Ennek a következménye az lett, hogy folyamatosan feljelentették a Monostori ügyvédet, majd ugye, tárgyalások tömkelege zúdult rá, és az lett a következménye, hogy a végén kizárták a kamerából, és felfüggesztették a ügyvédi jogköréből. Ha ez a dolog így zajlott, akkor lényegében egy embernek az élete lett tönkretéve. Nyilván való dolog, hogy aki ebben az ügyben próbálja az érdekeit képviselni, a rászorultaknak az veszélyhelyzetben van. Talán ez az oka annak is, hogy ön is nem mert az arcát vállalni ehhez a interjúhoz. Lehet-e még félni ebben az ügyben? Van félni való? Igen, még mindig van félni való. Mi az oka annak, hogy egy ember, egy tisztes magyar állampolgár meg tud ijedni attól, ha valaki elrabolta a pénzét és jogosan visszaköveteli? Én magam részéről a saját bőrömön is tapasztaltam, amikor ugye keményebben belebonyolódtam ebbe a dologba, és telefonon számtalan fenyegetést kaptam, de olyan gerinces nem volt az ember, vagy az illető, hogy a telefonszámát merte volna kiírva hagyni a telefonon. Tehát hiába tettünk feljelentést, egyszerűen nem tudták bemérni se, tehát behatárolni se, hogy ki lehet, vagy kik lehetnek esetleg.
Tud-e ön arról, hogy másokat is megfenyegettek ebbe az ügyben, másokat is testi épségükben veszélyeztették? Igen, tudok róla. Többek között volt egy házas pár is, aki képviselt volna bennünket ebben az ügyben, de sajnos ők autóbalesetbe meghaltak. Valamilyen szinten köthető is az ügyhöz, úgy gondolom. Lassan kezd körvonalazódni egy pokoli történet, amiben azt látom, hogy ártatlan jóhiszemű embereknek nem csak a vagyonát rabolják el, de bizonyos szinten az életüket is tönkreteszik, bele kergetik őket egy olyan élethelyzetben, amiből szinte nincs kiút, hogy rettegés mindennapossá válik. Nem csak az, hogy telefonon fenyegetik meg az embert, hanem ugye levélbe is esetleg, és akár úton, útfélen, hogyha az ember megáll. De tulajdonképpen autóval se nagyon merünk közlekedni, mert soha nem tudni, hogy mikor kikerül mellénk. Szerintem a történtek után mindenki fél valamilyen szinten, mert nem tudja azt, hogyha esetleg olyat mond, hogy mi vár rá holnap, vagy mi vár a következő pillanatban rá, mert annyira kemény politikai háttere van az egésznek, nem csak a Baumag, nem csak a Dunaprofit, lehetne sorolni a Vertical Investtől kezdve a többi megalakult ingatlan szövetkezeti károsultakat is, nem beszélve a jelzálog vagy a banki maffiát, mert tulajdonképpen ott is ugyanaz a helyzet, és valamilyen szinten a szálak összefutnak. Mi lehetett ez a 90-es éveknek a gazdasági szabadrablása, politikai manipuláció, a kis emberek becsapása, sorolhatnák még számtalan dolgot. Melyik kategóriában látja ezt a Baumag ügyet? Minek tekinti ezt az ügyet elsősorban? Én mindig is a politika mellett és az egész hozzáállásnak, tehát a felügyeletek valahogy valamilyen szinten nem figyeltek annyira oda, mint ahogy kellett volna. A politikai rendszernek a csődje, akkor én ezt vettem ki az ön szavából, és az ön tapasztalatát kérdezném, hogy mi változott 1994-től egészen 2012-ig mostanáig? Sok minden változott, és ugye valamilyen szinten éltünk egy nyugodt világban, és most egy olyan zűrzavarosba csöppentünk bele, hogy az embereknek a 70%-a talán nem látja a kiutat belőle. A 2006-os éveket megelőzően titkosszolgálati tevékenység lehetette a Baumag ügyben? A Gyurcsány titkosszolgálat végezhette a dolgát? Igen, benne volt a titkosszolgálat keményen az ügyben. Többek között egy oknyomozója is, Ambrus Sándor, aki a könyvét is megjelentette a Baumag üggyel kapcsolatban. Sikerült olyan embereket találni, akár a károsultak, akár a károsultak érdekei ellen cselekvő között, akik garantáltan és bizonyíthatóan titkosszolgálati munkát végeztek? A károsultak között is van, vagy volt olyan. Most egyelőre ő neki a nevét, azt nem mondanám, hogyha lehetséges. Miben merült ki ez a titkosszolgálati munka? Azt feltételezhetjük, hogy nem csak a felderítésre vonatkozott, hanem esetleg dolgok eltusolására, ügyek eltusolására, emberek tönkretételére is? Igen. Elég sok embert ellehetetlenítettek tulajdonképpen. Politikusok, képviselők, milyen kapcsolat volt velük? Találkozott-e velük? Kapott-e tőlük tanácsot vagy segítséget? Igen, egyik alkalommal Ambrus Sándorral bementünk a képviselőházba, több károsulttal együtt. Ez olyan 2005-2007 közötti időszakban volt. Ott találkoztunk Mesterházi Attilával. A Szocialista Párt jelenlegi elnökével? Igen, a jelenlegi elnökével. Akkor
megkérdezte, milyen ügyben járunk ott, és mondtuk, hogy a Baumag ügyben szeretnék dokumentumokat begyűjteni. Kaptunk rá lehetőséget, hogy megkapjuk őket, és akkor egy nagyon rendes embernek ismertük meg, és egyszerűen nem tudom azt elképzelni, hogy egy ember hogy változhat meg ennyire. Annyit mondott, hogy nem félünk ettől az ügytől. Érdekes kérdés. Miért is kellett volna félni önöknek? Hát nekünk nem volt mitől félni. Akkor lehet, hogy a Szocialista Pártnak volt félni valója az ügytől? Valószínű, hogy igen. A mostani politikai szférából volt-e olyan ember, aki igyekezett volna segíteni a Baumag károsultaknak, esetleg belefolyt az ügyben, valamilyen módon érintett? Igen, volt a jelenlegi miniszterelnökünk, Orbán Viktor, és Herényi Károly frakcióvezető. Ilyen magas szinten próbáltak ebben az ügyben intézkedni, és nem sikerült, akkor vajon mi lehet az oka, hogy mégis ez a dolog ebben a kerékvágásban halad, vagy illetve nem halad? Mondhatjuk azt, hogy az intézményrendszer függetlenedett a politikától talán? Valószínű, igen. Pártpolitikai kasszákban kerülhetett ebből az összegből pénz? Tud erről, vagy hallott erről valamit? Igen, hallottam róla. Hallottam róla, hogy a napi bevételeket diplomata táskába, vagy esetleg egy kisebb méretű bőröntbe egyik ajtón bevitték, a másikon meg ki. És biztos, hogy valamilyen szinten támogatták azokat a riválisokat, vagy nagy embereket, nevezzük úgy. A Baumag ügy megingott az önbizalmát a világban? Természetesen igen. Mennyire hatott ki a családi életére, magánéletére? Keményen kihatott, de tartottam is attól, hogy majd otthon lesznek belőle problémák, de azt a hála Istennek nem lettek, és bizonyos fokig támogattak is abban, hogy tudjam az emberek érdekeit képviselni, vagy próbáljam segíteni őket, hogy valamikor elérjük azt, hogy visszakapjuk a pénzünket. Nem véletlenül tettem fel ezt a szokatlan kérdést, mert ugye már itt a lelki személet az 50-es évek lebegnek, amikor gyakorlatilag egy hivatal, az AVH, vagy akár később mostanában a APEC, vagy a NAV, gyakorlatilag bármit tud csinálni az emberrel. Ezért is kérdeztem, hogy a magánélet és a család mennyire tud ilyenkor fölébe kerekedni ennek a, én kimondva nyílt államterrorizmusnak, ezt másképp nem tudom nevezni, hiszen ahol az emberek magánéletébe folyik bele a politika, és a mindennapi életüket teszi élhetetlenné, akkor máshol szóba se kerülhet más megnevezés. Ha esetleg még valamilyen hozzáfűzni való kérdés, ami előre viheti az ügy megoldását. Talán az, hogyha egy kicsit a bírósági pulpitusról eltűnne a korrupció. Volt egy törekvés most nemrégiben, hogy a bírói karnak egy részét, ugye 62 éves kort határoztak meg, hogy nyugdíjazzák. Megoldás? Nem megoldás. Ki nevelődhetett egy olyan bírói kar az elmúlt időszakban, amit nem a magyar állam nevelt ki, hanem mondjuk a politikai és a gazdasági maffia érdekei szerint alakult ki? Nem tartom valószínűnek. Én azt gondolom, hogy a eddigiek is nagyon sokat segítettek ahhoz, hogy esetleg más károsultak, Baumag károsultak, vagy más hasonló ügyekben kárt szenvedettek, kicsit tisztában jobban lássanak. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a eddigi beszélgetést, és akkor folytatjuk a következőkben.